Van egy ünnep, amit a világ különböző pontjain nem egyszerre ünnepelnek, de egyik nemzet sem feledkezik meg róla. Ez az anyák napja. Az óvodákban már hetekkel május első vasárnapja előtt azon szorgoskodnak a kicsiny kezek, hogy a saját maguk alkotta meglepetéssel és az óvónénikkel közösen megtanult versekkel, énekekkel okozzanak szívbe markoló örömöt annak a személynek, aki számukra az egyik legfontosabb a világon. A Kétyi óvodában is gondos készülődés előzte meg az ünnepet. Ilyenkor a délelőtti foglalkozások alkalmával előkerül az olló, a ragasztó, a festék és az óvónénik kifogyhatatlan ötletei. Az intézmény által megszervezett ünnep alkalmával az időjárás is a szebbik arcát mutatta, így napsütéses időben az udvaron fogadták a kis lurkók az anyukákat, nagymamákat. És hogy is kell virágot nevelni, ezt egy énekben mesélték el vendégeiknek az ovisok. A település polgármestere rendszeres résztvevője az intézmény rendezvényeinek. Minden egyes rendezvényre megpróbálok oda jutni, eddig még úgy, ahogy sikerült, nem nagyon hiszem, hogy voltam távol bármelyikről is. Nagyon fontosnak tartom, hogy én is itt legyek ezeken a rendezvényeken, és nagyon szurkolok a kicsiknek, mert aranyosak, és mindig olyan nagy elánnal készülnek, hogy nem hagynám ki semmi pénzért. Minden olyan rendezvényre, illetve ünnepre készülnek, ami az ő életüket valamilyen formában formálja, nevezzük így, és az anyák napja után jön majd a gyereknap, aztán jön a ballagás, és akkor lesz egy kis szünet, és akkor jön majd az évnyitó, és akkor így. Aztán így, ahogy vannak az ünnepek, úgy készülnek mindegyikre. Én most gyakorló nagypapa is vagyok, tehát mi is meg szoktuk otthon tartani, ugye sem nekem, sem a nejemnek, most már a szüleink nem élnek, de a kisunokák, illetve a gyermekeink, azok a nagymamákat, anyukákat megköszöntik. A Kétyi óvodában német foglalkozások is vannak, amelyeken az anyák napi ünnepségre is készültek a település legkisebbjei. Az anyának a legnagyobb ajándék, amikor gyermekét boldognak látja, a gyermeknek pedig öröm, amikor édesanyja mosolyog rá. A kedves versek hallatán a mosolyok mellé könnyek is társultak az anyukák arcán Kétyen. Édesanyám, úgy szeretlek, hozzád bújok, átölellek. Szívem minden dobbanása, szemem minden pillantása, minden apró lélegzetem megmutatja a szeretetem. A virágok pedig nem csak a versekben, énekekben jelentek meg, a nagymamák és az anyukák számára idén is színes időtálló meglepetéssel készültek a gyerekek. Egy szép kézzel készített virágot kaptunk mind a két gyermektől, úgyhogy köszönjük szépen nekik. Nekem nagyon tetszett, nagyon elérzékeny, mert a kicsi fiam eddig még nem lépett föl, úgyhogy ez volt neki az első, és nagyon ügyes volt szerintem, és mindenki nagyon aranyos volt, kedves volt, és meglepődtem, hogy már ilyen kicsiként már egyedül tudnak szavalni, úgyhogy gratulálok az óvónéniknek, és köszönjük is. Nagyon tetszett, ügyesek voltak a gyerekek, kitettek magukért, és köszönjük a felkészítést az óvónőknek. Évről évre egyre szebbet készítenek az óvónők. A gyerekek is nagyon szépen felkészülnek. Nekem ez mindig egy örömteli dolog itt lenni és ezt végighallgatni.